Ez a fiú szány egyik hálója a szőlőskerti kollégiumban nyírszülősen, de a lányok is hasonló, négy ágyas szobákban tölthetik az éjszakákat. Jelenleg 55 lakója, három tanuló csoportja van az intézménynek, a legfiatalabb hét, a legidősebb lakó, 18 éves. Ez a létszám azonban 80 főig bővíthető, ezért még várják a 2019-2020-as tanévre jelentkező tanulókat. De nem csak az iskolásoknak nyújt segítséget a kollégium, pár éve a turizmusba is bekapcsolódtak. Tavaly például fiatalokból álló szerb és lengyel röplabda csapat is itt. A testvérváros Gorlice, onnan jönnek gyerekek és felnőttek a nyári szabad, tehát a szünetben. Itt töltik a szabadságukat, illetve az iskola idő alatt, mint most is pünköskor érkeznek, akkor gyerekekkel együtt a csoportok tehát gyakorlatilag nyári vakáció vagy nyári szabadság alkalmával, illetve a téli szünetben, természetesen egyeztetve a, a, kollégium lakóival, ott Gorlicén és más a téli szünet például. A Fentartó nyíregyházi tankerületi központ köze 77 millió forint uniós támogatást nyerte el az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése című pályázaton. Ennek köszönhetően kicserélték a régi földszintes épületrész elavult tetőhéjazatát. Megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, két bejárat akadálymentesítése, teljes belső festés, illetve kollégiumi bútorokat is beszereztek. Komfortosabbak lettek a lakószobák és a közösségi tanulásra alkalmas helyiségek. A beruházás elsődleges célja, hogy megteremtsék a kollégium lakói számára a hatékony tanulás eszköz és feltételrendszerét. A következő tanévben szakmákat előkészítő, motiváló műhelyeket is kialakítanak majd, hogy könnyebbé tegyék a pályaválasztást a fiatalok számára. A következő tanévre tervezem ennek a műhelynek a beindítását felfedezését. Itt éle még olyan nyers állapotban van ez a helyiség, de csodának, aranybányának tartom, és az a tervem, hogy szeptembertől külön csoportokban olyan foglalkozásokat fogunk beindítani, amelyek már az asztalos, ács, álványozó szakmákat előkészíti, ráhangolja, motiválja a gyerekeket ennek a feladatnak az elvégzéséhez. A tankonyha már működik, itt a szakács, a cukrász, de a szakmák alapjait is elsajátíthatják a tanulók. Emellett kézműveskedhetnek, sportolhatnak, de részt vehetnek mese és filmklubokon is a diákok. A felügyeletükről, nevelésükről pedig empatikus készséggel rendelkező pedagógusok gondoskodnak, akik a családok és gyerekek kultúrájának tiszteletben tartása mellett multikulturális programon alapuló nevelésben részesítik a gyerekeket.